a Maja meséi mai részében. Mit jelent az, hogy boldog anyu? Akkor tud boldog anyu lenni valaki, hogyha kiegyensúlyozott. Akkor attól a család is sokkal jobban tud működni, és a gyerekek is sokkal kiegyensúlyozottabbak olyankor, hogyha anya harmóniában van. Nem jelenti azt, hogy minden a gyerekről kell, hogy szóljon. Egyébként is minden mindig róluk szól, de a játék is lehet olyan, ami nekünk szülőknek is jó, és mi is örömünket találjuk benne. Szerinted milyen egy nagy család élete? Az anyának van ideje arra, hogy a saját karrierjét építse? Petrus Mártának, aki a többi anyukának igyekszik segíteni, író, coach, pedagógus, igen. Mind amellett, hogy boldog, ahogy ő fogalmaz, 4+2 gyermekes édesanya. Márti, mielőtt elárulod, hogy ezt hogy lehet összehozni, mondd el nekünk, légy szíves, hogy hogy áll össze ez a 4+2 gyerek. Az én első házasságomból van 2 darab gyermekem, a második férjemnek az első házasságában is van 2 gyermek, és nekünk van közösen egy ikerpárunk. Mekkorák a gyerekek? 11, 12, 13, 14, és a közös gyermekeink az ikerpárok, ők most lesznek 6 évesek. El nem tudom képzelni nálatok, milyen az élet ennyi gyerekkel. Hát a hétköznapok nagyon kemények, bárki, aki nálunk tölt 1-2 napot, most éppen édesanyám is itt van velem, ő mindig azt mondja, hogy nem érti, hogy tudjuk ezt lehozni. Nem egyszerű, folyamatos logisztika, nyilván igyekszünk a gyerekeket önállóságra tanítani, hogy minél hamarabb megtanulják az adott helyen a közlekedést, igyekszünk bevonni őket boltba, ők mennek sokszor, amikor nekünk már se kedvünk, se semmink nincs. Hogy ezért megoldható, de nem fogok hazudni, és nem fogom azt mondani, hogy ez ilyen habos-babos süti, mert nem az, hanem ez tényleg kőkemény logisztika, és azért sok fáradtság is. Amikor mi egy rádióban beszélgettünk, akkor te az ikrekkel voltál már nagyon-nagyon várandós, de olyannyira, igen, hogy igen. A beszélgetés közben többször mondtad, hogy jaj, várjál, és akkor én már ott vetítettem magamnak, hogy honnan szerzek törölközőt, forró vizet a szüléshez, és hogy kell ezt levezetni, mit láttam az orvosi filmekben, mire megnyugtattál egy ilyen tényleg lezser legyintés, hogy ah, csak Braxton Hicks, folytassuk! És én azóta is ülök a sokban, ha eszembe jutsz, hogy te tényleg mindig ennyire stram vagy? Egyrészt az élet akkor szép, ha zajlik. Én azt a fogalmat, hogy unatkozás, meg unalom, nem is szeretem, és nem is nagyon ismerem. Azért kapjuk azt a csodát, amit életnek nevezünk, hogy tényleg éljük, és minden pillanatát kihasználjuk. Én így nőttem föl, én anyukámiktól is mindig azt láttam, hogy mindig volt mit tenni, vagy állataink, vagy a munkában, vagy otthon, vagy együtt voltunk, vagy játszottunk, hogy mindig a kreativitásnak, a lehetőségeknek az utat meg kell adni, meg az időt is, és nem pedig úgy elüldögélni. Nagyon kreatív ember vagyok, és én nagyon szeretem az ötleteket megvalósítani, látni azt, hogy működik, de akár családon belül is a programszervezés, vagy akár sokszor itthoni programjainkat. Én imádom, hogyha pezsgünk, ha látom, hogy élvezik a gyerekek azokat a játékokat, amiket akár én találok ki. Ugyanakkor persze szeretek megállni és nézni őket kívülről is, tehát nem az van, hogy soha nem élem meg a pillanatot. Engem ez visz előre, hogy mindig történik valami, mindig gondolkodunk valami újban, az lehet akár egy vállalkozás. Szerintem manapság megélni, talpon maradni, akár egy-két gyerekkel is, hát az Mission Impossible kategória, de gyerek nélkül is ugyanez a helyzet, akár ha valaki egyedül él. De ha gyerekkel, el nem tudom képzelni, hogy ezt hogy a bánatba csináljátok. Sokszor nagyon-nagyon nehéz. Mi mindenhol spórolunk, ahol tudunk, ha valahova gyalog el tudunk menni, akkor gyalog megyünk, nem ülünk azonnal a kocsiba. Vannak olyan ételek, amik most nincsenek az asztalunkon, mert azt mondtam, hogy sajnálom, most nem fogjuk megtenni, nem is hiányzik egyébként. Nagyon tudatosak vagyunk nagyon sok mindenben, másként nem megy. Nálunk a ruhavásárlás is úgy megy, hogy a second hand ott vásárolunk, ezt azért a gyerekek is elfogadták. Nagyon sok kiadással járnak a gyerekek is, meg nyilván most a rezsi és a háztartás és az étel is, de mindent próbálunk megfogni, odafigyelni, beosztani. Ugye te coachként dolgozol, és segítesz anyukáknak elsősorban, ha jól gyanítom. Igen, igen, igen. Abban, hogy valóban boldog anyuk legyenek. Mit jelent az, hogy boldog anyu? Én úgy gondolom, hogy akkor tud boldog anyu lenni valaki, hogyha kiegyensúlyozott. Akkor attól a család is sokkal jobban tud működni, és én ezért tartom ezt nagyon-nagyon fontosnak, hogy az édesanyákat lelkileg tudjam támogatni tényleg az egész életükben, mert egyszerűen a családnak a mozgató rugója még mindig ebben a nagyon gyors, nagyon felgyorsult világban az édesanya. A gyerekek is sokkal kiegyensúlyozottabbak olyankor, hogyha anya harmóniában van. Ez kicsit olyan utopisztikusnak hangzik, mert egyrészt nem minden anyuka olyan, mint te, hogy tényleg minden pillanatban bizbasz készítésben, hogy finoman fogalmazzak, tehát
akár egy játék készítésben örömet találjon, nagyon sokaknak már önmagában tehernek számít az, hogy vigye a háztartást, nevelje a gyerekeket. Nyilván apa is ott van, és gondolom próbál jó esetben segíteni, de hát azért az apuk általában elég sokat dolgoznak ahhoz, hogy legyen az asztalon valami, félreértés ne essék, anyuk is, de ahogy mondtad, ezek a feladatok még mindig a nőre hárulnak inkább. Igen, ebben is meg kell találni azt, ami minket is boldoggá tesz. Én imádok legózni, imádom összeépíteni a dolgokat, én nagyon szívesen legózok. De utálok a legó figurákkal bábozni, mert nagyon sokszor az a kérésük, főleg mostanában a 6 éves ikreknek, hogy akkor történeteket játszunk el a legó figurákkal. Na, én ezt nem szeretem. És akkor ilyenkor én ezt azzal szoktam így egy kicsit kiváltani, hogy oké, legózzunk, én felépítem akkor a házikókat, de amikor már bábozni kéne a gyerekekkel, akkor hívok más valamelyik gyereket, vagy az apjuknak mondom, hogy na, akkor most még azt a 10 percet légy szíves, te bábozz le velük. Tehát, hogy ha valaki melyik anyuka, hogy mondtad is, hogy mondjuk bizbasz készítésnek nem örül, akkor ne készíts. Tehát lehet a gyerekeket azért arra felé terelgetni, olyan játékok felé, amit mondjuk mi is szerettünk gyerekkorunkban, ami minket is örömmel tölt el. Tehát, hogy nem jelenti azt, hogy minden a gyerekről kell, hogy szóljon. Egyébként is minden mindig róluk szól, de a játék is lehet olyan, ami nekünk szülőknek is jó, és mi is örömünket találjuk benne. Ha szeretnél többet megtudni a Boldog Anyu Klubról, a beszélgetésünk alatt megtalálod a közvetlen linkjüket. Én pedig arra kérlek, hogy ha nem esik nehezedre, akkor iratkozz fel a csatornánkra. Petrus Mártának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Itt a Maja meséiben.